Sziasztok, én Kresztesi László vagyok. A Samsungtól több mint két hétre megkaptam tesztelésre az egyik legújabb foldable készüléküket. Ez nem más, mint a Samsung Galaxy Z Flip 4. Úgyhogy ebben a videóban erről a telefonról fogom elmondani a tapasztalataimat, de mielőtt ezt megtenném, szeretnének megkérni titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, és kapcsoljátok be a harangot, hogy ne maradjatok le az újdonságokról. És akkor kezdjünk! két kinyitható vagy összecsukható mobil közül, itt most a Foldra és a Flipre gondolok, nekem a Flip jön be jobban. Néhány évvel ezelőtt az első Fold készülék járt nálam tesztelésre, de ugye utána mutatták be a Flipet, és nekem ez a megoldás sokkal jobban tetszik, hogy horizontálisan van meghajtva a készülék, ezáltal sokkal kompaktabb számomra, illetve kisebb helyet foglal el a zsebembe, és én sokat biciklizek, és a nagy telefonok nekem zavaróak szoktak lenni a zsebembe, de ennél a készüléknél ugye ez nem probléma. Hozzáteszem, tudom, általában ezt egy női telefonnak titulálják, de szerintem ez egy férfi kézben is jól tud mutatni. Az összeszerelés minőségével nekem nem volt gondom, egy kézzel becsukni be lehet, de kinyitni már egy kicsit macerásabb, vagy legalábbis akkor a körmünkkel eléggé kapirgáljuk a kijelzőt, ami nálam többször előfordult, hogy én általában így csuktam be a készüléket, és ilyenkor sokszor hozzáértem a hátlapi kamerákhoz, Sikerült elmaszatolnom többször is, és amikor fotózni akartam, akkor írtak -e a készülék, hogy töröljem le a lencséket, úgyhogy ez az én bénaságomnak köszönhető. Minden esetre ilyen apró kényelmetlenséget okoz ez a telefon számomra. Nagyon jól működik a zsanér, minden szögben meg lehet állítani a telefont a hátlap nem maszatolódik, a hajtáscsík az viszont eléggé rendesen látszik, illetve érezni is lehet. Na most szerintem ez nem zavaró, tehát nagyon hamar meg lehet ezt szokni, de azt hozzá kell tenni, hogy az Oppo készüléke már ugye megmutatta azt a számunkra, hogy azért mérnökileg ki lehet azt vitelezni, hogy ennyire ne látszódjon a hajtáscsík. Szóval majd ebben még a Samsung mérnökeinek fejlődnie kell. Aztán ha tovább megyünk, hátul Gorilla Glass Victus Plus védelmet kapunk, tehát ez most a legjobb, illetve a kijelzőre került egy fólia, amit nem szabad eltávolítani. Természetesen nincsen jack csatlakozónk, egy SIM kártyát tudunk beletenni a készülékbe, de használhatjuk dual sim is, ugye a másodikat azt eSIM formájában, illetve bővíteni sem lehet a memóriát. Bekapcsoló a gomba épített új lenyomatolvasót kapunk, ami gyorsan és pontosan működik, Általában a kijelző alá integrált ülenyomatolvasót a Samsungnál szokták bírálni, hát itt nem lesz probléma, a hangerős szabályozó gomb viszont már egy kicsit magasra került, szóval kényelmetlen számunkra nyomkodása, de meg lehet szokni. Egyedülállóan IPX 8-as besorolással rendelkezik a telefon, Ugye más kihajlítható vagy összecsukható készülékeknél ilyen védelem nem elérhető, tehát ezt csak a Samsung garantálja jelenleg. Természetesen por elleni védelemmel nem rendelkezik, úgyhogy hivatalosan IPX 8-as besorolást kapott. A külső kijelző 1,9 es és Super AMOLED, ami bőven elég arra, hogy lássuk az időt, az értesítéseket, elindíthatunk időzítőt vagy hangfelvételt. memoji tudunk készíteni, felöltöztethetjük, a saját képmásunkra szabhatjuk, ha arra vágyunk és többféle animációban jelenik meg. Mindezeken túl a legnagyobb haszna a külső kijelzőnek szerintem, hogy a főkamerákkal tudunk selfie videót vagy fényképet készíteni, ami nyilván jobb minőségű lesz, mintha a belső kamerával fotóznánk. De a kapott üzenetekre is válaszolhatunk, mondjuk én csak akkor használtam, ha egy like vagy egy emojit akartam küldeni, és a bejövő hívást is fel tudjuk venni, ilyenkor kihangosító módra vált. És akkor nyissuk ki a telefont belül egy méretes 6,7 incses panel fogad minket, ami egyedi 22.9-es képarányjal rendelkezik, Dynamic AMOLED 2X-es, 120 Hz adaptív kifrissítéssel, HDR10+, és Widevine el támogatással rendelkezik. A panel elképesztően gyönyörű, imádtam rajta YouTube-ot, HBO max és Disney Plus nézni. A méretből adódóan a most felkapott social media appokra van legjobban optimalizálva, tehát TikTok, Instagram és YouTube Shorts. A YouTube-nál és a streaming szolgáltatóknál érdekes a helyzet, a nézett videó képarányától függ. Van, hogy a krópolásnál sokkal több tartalmat veszítünk el, illetve ha megnézzük Tech2 Laci videóit, ő kifejezetten a hagyományos telefonokhoz igazítja a képarányt, így teljesen kitölti, ahogy a Disney Plus IMAX Enhanced formátumánál is, a Mate 10 Pro esetében kisebb volt a levágás, de ha mondjuk úgy a 169 es filmeknél a flip lesz a nyerő, Teljesen kitölti a képernyőt. A fényerej is elképesztően nagy, picivel több mint 50%-on használtam otthon, és elég volt. Napsütésben is tökéletes lesz, nem kell kompromisszumot kötni. Egy ponton fejlődhet a panel, ez pedig a hajtás csík, de erről már beszéltem. A hangzásul néhány szót természetesen stereo, eltérő minőségben és hangerőben szólnak, de a kettő együtt nagyon jól működik, jó térhangzást imitál. Van basszus, mély és magas, én imádtam filmet nézni rajta. Egy ilyen készülék nyilván a legjobb hardware kapta Snapdragon 8 Plus Gen 1-es processzorral, 8 GB RAM-mal, és 128 vagy 256 GB háttértárral, amit nem lehet bővíteni, szóval így válasszunk magunknak. A benchmarkok -ok hozták a magas pontszámot, minden játék magas grafikai beállítás mellett futtatható, a rendszert és a 120 Hz-es kijelzőt kiszolgálja. A stresszteszt futtatásánál azért kiderült, hogy nagy terhelés mellett elég durván visszaesik a teljesítmény és menekszik is majd a telefon, Hozzáteszem, nem tapasztaltam ezután sem laggot. A telefon támogatja a Wi-Fi 6-ot, van Bluetooth 5.2, ismeri a legfontosabb GPS műholdakat, NFC is van benne, tehát működik a Samsung Pay, és 5G támogatásunk is van, szóval itt nem lehet hiányérzetünk. Az akkumulátor méretesebb lett a előző modellhez képest, ebbe egy 3700 mAh telep került, amit vezetékesen már 25 wattal lehet tölteni, de vezeték nélkül is képes 15 watt töltésre, és fordított vezeték nélküli töltés is elérhető. A telefon bőven kibír egy napot, és fél órányi masszív YouTubeozás, közben játék, egy kis netezés után 66%-ot merült. A gyors töltésnek köszönhetően fél óra alatt kb. 50-55%-ot tudunk belepumpálni, és 75 perc alatt teljesen fel lehet tölteni a készüléket, bár én hozzáteszem, hogy én kényelmes voltam, és a vezeték nélküli töltőpadot használtam. Amikor hazajöttem a munkából, akkor mindig a töltőpadra tettem le a telefont, igazából nekem külön nem kellett a töltéssel foglalkozni. A szoftveres oldalon Android 12 alapú One UI 4.1.1-et kapunk. Szerintem már sok videóban elmondtam, hogy mik az újdonságok, itt főként a kis zöld pötyre gondolok, ami mutatja, ha megy a kamera és a mikrofon illetve vissza tudjuk nézni, hogy melyik kap mennyit használta. A beszédünket képes szöveggé alakítani, ez tökéletesen működik magyar nyelven is. A telefonon van egy panel, és osztott képernyő is használhatjuk, illetve vannak appok, amik optimalizálva lettek a Flip 4-hez, ilyen a kamera vagy a YouTube, de több is van. Például a kameramódban alulra kerül a kontrollpanel, panel, felül pedig az élőképet látjuk, hogyha meghajlítjuk a telefont. Számtalan lehetőség rejlik a kinyitható telefonokba, a szoftverfejlesztők fantáziáján múlik csak a dolog, viszont fontos kiemelni, hogy egy csúcskategóriás Samsung telefonról beszélünk, de a DeX módot sajnos nem támogatja. És akkor nézzük a kamerákat. Kettő darab 12 megapixeles lencsét találunk, nincs makró és mélység, Semmi lózunk, csak a lényeg. Előre 10 megapixeles a lencse, de selfie is a hátlapi kamerákat használtam. 4 60 fps elő és hátlapon a maximális felbontás, ami elérhető, széles látószög használata esetén csak 30 fps a megengedett, illetve a szuper stabil módnál Full HD 30 fps a maximális felbontás, de ezt nem használtam, mert maga az optikai stabilizálás is tökéletesen működik. A képek szerintem elképesztően gyönyörűek szépek a színek, nincs zaj, kicsit túlszaturált, de ezt már megszoktuk a Samsungnál. A HDR funkció jól működik, az ég részletei is megmaradnak. A széles és normál látószög között nincs óriási különbség, nem zajosodik a szélek felé, megmarad a magas dinamika tartomány. Egyszerűen imádtam vele fotózni. Éjszaka automatikusan felajánlja az éjszakai módot, amivel csökkenthető a zaj, de normál módban sem jellemző. Kicsit túltolja a színeket, tehát eltér a valóságtól, de nem zavaróan. Széles látószögben is működik az éjszakai mód, ott már ne várjunk csodát, de még mindig szépek a képek. A főkamera optikailag stabilizált, általában úgy videóztam, hogy közben mozogtam, és látjátok a felvételeket, hogy hibátlan. Ezen a készülék kialakításából adódó jófogás is segít. Itt is szépek a színek, látszik minden részlet, jó a kontraszt és a dinamika tartomány. Igazából a Samsung videóival mindig nagyon elégedett voltam. A telefon grafit, lila, kék és rózsarány színekben elérhető, a 128 GB-os változat 480-ba, a 256-os pedig 500 ezerbe került nyitóáron, de most ebben az időszakban úgy láttam, hogy volt rá egy akció, hogy a 256 GB-osat is meg lehetett vásárolni 480 ezerért, szóval már most változnak az árak, de én mindenképpen a nagyobb tárhelyűt választanám. Nagyon sok pénzről beszélünk, de én onnan közelíteném meg a dolgot, hogy a foldable készülékek egy külön árkategóriát és egy termékkategóriát jelentenek, és ebben a kategóriában a Galaxy Z Flip 4 a legolcsóbb. Ha megnézzük a Z-Fold 3-at, az cirka 300 ezer forinttal többe kerül, mint ez a készülék, de nézhetnénk az Oppo-nak a hajlítható telefonját, ami ha jól tudom nem is kapottunk Magyarországon, illetve a Huawei-nek van még egy ilyen készüléke, és a Xiaomi-nak is. Szóval ha ilyen szemmel nézünk erre a telefonra, akkor ez a legolcsóbb készülék, ami természetesen 2022-ben megjelent. Úgyhogy aki ilyen telefonba gondolkozik, akkor annak meleg szívvel tudom ajánlani a Z Flip 4-et. Én személy szerint biztosan a Flip 4-et venném meg. Tetszik a dizájn, kényelmes a zsebben hordani, gyönyörű a kijelző, szép a hangzás, és a kamerák is első osztályúak. Amin dolgozni kell a Samsung mérnökeinek, az a hajtáscsík eltüntetése. Hát ennyi lett volna ez a videó. Én köszönöm szépen a Samsungnak, hogy ilyen sokáig a rendelkezésemre bocsájtotta ezt a készüléket. Hogyha tetszett a videó és hasznosnak találtátok, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornámra. És kapcsoljátok be a harangot, hogy kapjatok értesítést a videóimról, mert továbbra is a feliratkozás megtörténik, de a harang az valahogy mindig elmarad. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és néhány nap múlva jövök egy újabb videóval. Addig vigyázzatok magatokra! Sziasztok!